Az 1853 őszén kirobbant krími háborúban, amely 2,5 évig tartott, és Oroszország súlyos vereséget szenvedett, a lengyelek nagy számban vettek részt, az angolok, franciák és a törökök oldalán. Ennek ellenére a Párizsban megkötött békében egyetlen szó sem esett a lengyelekről. Viszont a háború mégis azzal az eredménnyel járt, hogy az első Miklós cár halála után trónra lépő II. Sándor amnesztiát hirdetett 1856-ban a lengyel politikai foglyoknak, emigránsoknak, és az 1815-ben az Orosz Birodalomon belül létrehozott, 1831 után tulajdonképpen felszámolt lengyel királyság területén a lengyelek bizonyos intézményeiket visszakapták. A hivatalokban bevezették a lengyel nyelvet, létrehoztak egy mezőgazdasági akadémiát. Ez a szabadabb légkör viszont a lengyeleket arra sarkalta, hogy célul tűzzék ki a lengyel királyság helyreállítását, de közben megszerveződött a lengyel királyság területén egy föld alatti lengyel állam, amelyik példátlan Európa addigi történetében. A lengyelek megszerveztek egy nemzeti kormányt, járási, vajdasági, városi hivatalokat a föld alatt önkéntesen adóztak, és létrehoztak egy erdélyi hadsereget. Az erdélyi hadsereget nagy számban azok a fiatalok töltötték fel, akiket be akartak hívni katonának. A lengyel királyság területén ekkor kb. 300 000 főnyi orosz hadsereg állt. Ezek a lengyel partizán csapatok 200-300 főt, maximum 500 főt, ritkán érték el az ezret. A lengyelek 1863. januárjában lázadtak fel újra az orosz cári birodalommal szemben. A magyarok több csatában is helytálltak. Bornemisza Zuárd kapitány, Eszterházy Ottó lovas kapitány, Nyári Ferenc őrnagy, Valisz Béla hadnagy, vagy éppen Pálffy Aladár lovas százada szerzett jó hírnevet a magyaroknak lengyel földön. Az 1863-64-es lengyel szabadságharcban több mint 400 magyar önkéntes vett részt. Az osztrák-magyar hadseregből is szép számmal szöktek át, főleg huszárok a lengyelek oldalára, így egy Borelovszky nevű ezredesnek a csapatában szolgált Nyári Eduard őrnagy, aki, ahogy leírják, egy 17 főnyi huszár csapatnak a parancsnoka volt, és hát részt vett a panaszovkai ütközetben, ahol halálos sebet kapott, és a közeli Zvezsinyeci kórházban meghalt. Vagy Wallis őrnagy, akiről keveset tudunk, ő 1863. szeptember 6-án Batozsnál esett el. Ő volt Borelovszkynak egyébként a segédtisztje, 3 nappal korábban ő is részt vett a panaszovkai ütközetben. A partizán csapatok ritkán arattak győzelmet, de vereség esetén hamar újjászerveződtek. Egy ilyen újjászervezett és megerősített 1100 fős csapattal vívott Lelevel Borelovszky ezredes győztes ütközetet Sternberg őrnagy többszörös túlerőben lévő orosz különítményével szemben 1863. szeptember 3-án a Panaszovka és Zvezsinyec között húzódó dombhátságon. A lengyel ezredes lovasságának parancsnoka Nyári Eduard őrnagy volt, aki halálos sebet kapott, s megsebesült Rátonyi kapitány is. Nyári osztagában 17 magyar huszár harcolt. Az 1863. szeptember 3-án vívott ütközet után 3 nappal Marcin Lelevel Borelovszky partizán csapatát a lublini vajdaságban fekvő Batozsi erdőben több irányból érkező orosz csapatok kerítették be és szétverték. Az összecsapásban Lelevel Borelovszky ezredes és magyar vezérkari főnöke Valisz őrnagy is elesett. Őket a község temetőjében közös sírban temették el. Az ütközetnek több ismeretlen magyar halottja is volt. A lengyel felkelők mellhúv alatt 1863. szeptember 30-án ütköztek meg az orosz cári hadsereggel. A lengyel csapatok nagyjából 800 főt számláltak. Jelentős erővel képviselték magukat a magyar huszárok Eszterházy Albert Ottó kapitány vezetésével. A rendkívül véres összecsapásban 70 lengyel és nagyjából 100 orosz katona vesztette életét. A csatában halt hősi halált Eszterházy Albert Ottó, aki huszárjaival védte az általa elfoglalt erdőt. A csatát végül a felkelők nyerték meg. A magyar társadalom nagyon szolidáris volt a
lengyelek mozgalmával, tehát az 1860-as években már kicsit szabadabb magyar sajtó hasábjain lengyeleket méltató cikkek jelentek meg, megjelent Lengyelország története ebben az időben, tehát a 60-as évek közepén. Csengeri ekkor írta a híres versét Kosciuszkóról, kerültek Magyarországra a lengyel menekültek is, tehát ez a, akkor már a lengyel menekült fogalma, az nem volt olyan csengő, mint az 1830-31-es lengyel szabadságharc leverése után. A magyarok azt is mondhatnánk, hogy így hálálták meg a lengyelek nagyszámú részvételét a 15 évvel korábbi magyar szabadsághoz. Thank you.